Sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Ma Takács Vikivel, a Hagyományaink könyvsorozat szerzőjével és illusztrátorával beszélgetünk. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk nálad, és sor kerülhet erre a beszélgetésre. Én is köszönöm, hogy jöttetek. Erről a sorozatról van szó, ami azt hiszem, hogy a te életedben, vagy a te munkásságodban egy fontos állomás volt, hiszen egy nagyon érdekes sorozatról van szó, és egy olyan sorozatról, amihez hasonló nem igazán van a gyerekkönyvek között. És arra lennék kíváncsi, mert magáról a sorozatról már elég sokat beszélgettünk, hogy milyen az az út, ami ide vezet, hogy kezdődött nálad. Kezdjük a legelejéről, és aztán szép sorban göngyölítsük fel. A legelejéről, az jó régen van a legeleje, meg hogy mit számítunk legelejének. Melyik kezdődött először, a rajzolás, vagy az írás, hiszen itt szerző és illusztrátor is vagy? Hát a rajzolás kezdődött legelőször, mert szerintem előbb tudtam rajzolni, mint írni. Az az igazság, hogy ez a két dolog, ez nekem annyira szerves részem, hogy ebben nem tudok egy ilyen határt mondani, mert mindig rajzoltam és mindig írtam, én mindig naplót írtam. Emlékszem azokra a hosszú nyarakra, abba a kis faluba, ahol felnőttem, ahol nem volt, hát tévé volt, de mondjuk nem nagyon volt benne gyerekadás, volt könyv, papír, meg a természet, és én így ebben léteztem mindig, tehát folyamatosan írtam, meg rajzoltam történeteket, fabrikáltam, stb. És az, hogy lehet könyvet készíteni, vagy hogy valakik készítik ezeket a könyveket, hát az az, ami mondjuk sokkal, de sokkal később esett nekem le. Nyilván volt egy szülői, nem azt mondom, hogy nyomás, hanem egy tanács, hogy az ember válasszon szakmát, tanuljon olyat, amiből meg lehet élni, és ezzel nincs is semmi baj, de ugye nem olyan közegben mozogtam, ahol ez például egy opció lett volna, hogy valaki írásból, rajzolásból, ilyesmiből megélhessen. Tehát, hogy ezzel egyáltalán nem is számoltunk. De mindig csináltam mindkettő dolgot. És aztán a gimnáziumban ott egy kicsit ez háttérbe szorult, mivel én egy reálszakra kerültem be, ami abszurdum egyébként, de szoktam arra gondolni, hogy mi lett volna, hogyha akkor elsős gimnazista koromban átmegyek magyar szakra, ahogy akkor emlékszem, hogy megfordult a fejemben, viszont már a baráti társaságom az osztályban volt, és ezt elvetettem, ezt az ötletet. És most így utólag mondjuk szoktam arra gondolni, hogy mi lett volna, ha vajon, hogyha átmegyek a humán szakra. De úgy vagyok vele, hogy igazából ez az út, amit bejártam, ez biztos, hogy ide vezetett, az nem biztos, hogy ide vezetett volna, lehet, hogy valami tök más irányba, úgyhogy igazából nem bánom, és most nem mondanám azt, hogy máshogy csinálnám. Amiket aztán tanultam, abból mindből profitálok per pillanat is valamit. De biztos, hogy rögösebb volt az út, mint mondjuk egy olyan embernek, aki mondjuk egy irodalmat tanul, vagy művészeti iskolába megy. Megvannak ezek a naplók? Előveszed? Nincsenek, mindent elégettem. Ez hogy valami hát hirtelen ilyen felindulás? Igen, vagy? Általában igen. Mindig megijedtem attól. Én csak leírni szerettem őket, visszaolvasni soha nem szerettem őket, mert annyira nagyon-nagyon, én nagyon sokáig kerestem magam. Mindenféle területen. Nekem így ez az életélményem, hogy keresem magam, keresem azt, amivel foglalkoznom kellene. Én egy csomó mindent kipróbáltam, meg mindenféle tanfolyamokra mentem, még ólomüvegkészítő tanfolyamra is jártam. De mondjuk az pont egy kreatív, de mondjuk valutapénztárosi tanfolyamot is elvégeztem, mert amellett, hogy meg egy idegenvezetői végzettségem is van. Szóval sok mindent csináltam, egyáltalán nem tudtam, hogy mihez kezd az ember a világban, és mindig az volt a napi problémám, hogy ez így nem jó, vagy ez így nem jó, ez nekem teher, hogy ezeket csinálnom kell, és kikapcsolódásként mindig rajzoltam és írtam, és el kellett telnie nagyon sok évnek, hogy egyszerűen rádöbbenjek arra, hogy de hát ez lehetne az, amivel én pénzt is keresek. Akkor már megvolt a második gyerekem. Egészen pici volt még, csináltam reklámgrafikával, marketinggel foglalkoztam, ami egyébként egy kreatív dolog volt, meg szerettem is, és jó is volt. Mégis volt egy erős hiányérzetem.
közben is mindig rajzoltam, kreatív dolgokat csináltunk, a gyerekeket bevonva, meg külön is. Mindig voltak kis novelláim, amiket megírtam, és időről időre azokat így kitörölgettem, mert nem tudom, hogy miért, valahogy nem volt jó visszaolvasni őket. Általában mind személyes élményből táplálkozott, valószínűleg ez volt az oka, hogy ilyen nagyon személyesek voltak. És akkor volt egy nap, egy délután, amikor csináltam a dolgomat, és beírtam azt szerintem YouTube-ra, hogy lesz az ember illusztrátor, és kijött egy csomó interjú, meg videó, és rádöbbentem, hogy úristen, ez nekem eddig miért nem jutott eszembe, és így elvonultam a fürdőszobába, bőgtem egy fél órát, tehát hogy annyira megrázó volt az, hogy de hát ezt kerestem, és még most is ezt érzem, hogy Jézusom, ez miért nem volt előbb, miért nem mondta valaki, hogy ezt lehet. És akkor az történt utána, hogy utána nem is volt bennem semmi kérdés, elkezdtem vadul kutakodni, akkoriban még nem volt ilyen sok-sok anyag interneten arról, hogy valaki hogy kezd el illusztrátorrá válni, hanem tényleg vadászni kellett. Felhívtam, a csodaceruzát találtam meg, felhívtam őket, hogy én szeretnék velük beszélni, és nagyon kedves volt a Csilla meg az Ildikó. Meghívtak magukhoz, felmentem, felvittem a kis rajzaimat, így összeszedegettem, amiket így itthon találtam, és akkor beszélgettem velük. És nagyon jó volt, hogy nem foglaltak semmiféle állást, csak azt tanácsolták, hogy kezdjem el nagyon figyelni az illusztrátorokat, ezt az egész világot ismerjem meg, gyűjtsek tapasztalatokat, nézzem más szemmel a könyveket, a rajzokat. Tehát, hogy ők abszolút látták, hogy ez egy kezdete, mármint, hogy én nagyon kezdő vagyok még, azt nem látták, hogy kezdete valaminek, azt látták, hogy abszolút gőzöm nincs semmiről még. És akkor elkezdődött egy ilyen nagyon tudatos dolog, ami előtte nekem nem jellemezte az életemet. Valahogy rájöttem arra, hogy nekem ebben nagyon sok munkát kell beletenni, és mindenféle információt, mint a szivacs, szívtam magamba, és elkezdtem futni. Ami szintén, mert hogy abban is azt éreztem, hogy az is valahogy párhuzam abban, hogy építkezni kell, és valahogy le kellett fizikailag vezetnem azt az akaratot, ami volt bennem, hogy én ezt azonnal akarom, de nem állok még készen rá. És elkezdtem futni, és akkor szerintem 4 éven keresztül futottam, és nekem a futás az volt, hogy volt egy mantra, ami ment a fejemben, és én azt végig mondogattam magamban, illetve terveztem a történeteket, amiket meg akartam valósítani, és aztán meg is valósítottam, de az előbb mutattam neked ezeket a kis füzeteket, egy csomó ilyen kis mesét csináltam saját magamnak, hogy egyáltalán hogy néz ez ki, hogy működik, mitől lesz valamilyen. Nyilván nem volt stílusom, nem volt meg a technikám, de mindig történetben és rajzban egyszerre gondolkoztam. Az, hogy kint voltam a természetben a futás által, az például nagyon sok inspirációt adott, nagyon nagy töltekezést adott. Én visszatérve arra, amikor még otthon voltam a kis faluban, azokon a nyarakon, én például pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor megfogalmazódott bennem, hogy a felnőttek egy más világot látnak, mint a gyerekek. Én akkor még gyerek voltam, felsős voltam. És elhatároztam, tudtam azt, hogy nekem ezt meg kell őriznem. Ezt most így visszagondolva egy kicsit abszurdan hangzik meg, hogy gyerekként ezt éreztem, de tudtam azt, hogy ők máshogy látják, és én nem akarom elveszíteni azt, ahogy én így látom a világot. És nyilván kopott meg, hát az ember ennyi idősen már nem mondhatja azt, hogy még gyerek, de nagyon vissza tudok menni abba az állapotba. És a természetben nekem a természet az nem csak növények, és hanem én abban egy csomó mindent bele tudok képzelni, szóval nekem többet ad a természet szerintem, mint hogy fák, növények. Nekem ott vannak ilyen egyéb dolgok, amiket szerintem egy gyerek is belelát, vagy egy gyerekkoromban is beleláttam. Ami felmerült, miközben így mesélsz, hogy leginkább azt meséled el, hogy hogyan értél illusztrátorrá, és ha jól tudom, akkor először illusztrációs munkáid jelentek meg. És kíváncsi lennék arra, hogy
íróvá hogyan értél, hiszen azért ezek a szövegek nem csak rövid aláfestő szövegek, hanem önmagukban is megállják a helyüket. Elválaszthatatlan persze az illusztráció meg a szöveg a te esetedben, de mégis azt gondolom, hogy az egy egész más kifejezési mód és egy egész más gondolkodásmód, ami a szöveget létrehozza, mint ami a képet. Hát én értem, amit mondasz, de nem tudom elkülöníteni. Mert mindig, ahogy mondtam, nekem mindig a történetekhez voltak képeim. Tehát az, hogy mi jelent meg először. Hát a Busó mese jelent meg először egyébként kiadónál, és nem válik szét nekem. Én az írásra nem gyakoroltam tudatosan. Tehát, hogy soha nem valahogy... Hát nem másodrendűnek tekintettem, az úgy nem lenne igaz a szöveget, de a szövegnek meg kellett lennie, hogy rajzolhassak, és a szöveg az valahogy ösztönösebben jött belőlem mindig, szerintem. Az, hogy sokat, tehát annyit tettem ért, hogy sokat olvasok egész pici korom óta. A könyv az nekem egy ilyen lételem, de arra nem, tehát ugye arra nem volt stratégiám. Azzal inkább úgy voltam, hogy ahhoz, hogy gyakorolhassak, és tudjak könyvet csinálgatni még így magamnak, ahhoz kellett szöveg, és nem más szövegeihez nyúltam, hanem az én saját történeteimet mindig fejből meséltem a gyerekeknek. Hát azokat nem vettem elő, de vannak ilyen egészen, tehát én kézzel írt kis könyvecskék, amikben leírtam azokat a történeteket, amiket este mesélgettem nekik, és akkor ahhoz rajzoltunk sokszor közösen, vagy csináltunk hozzá papírszínházat, egy csomó mindent. Tehát itt hétvégén ilyen nagyon durva állapotok voltak a lakásban, a férjem az mindig itt kerülgette a nagy asztalt, mindenki volt rakva, mindenféle kreatív dolog. Tehát, hogy így ebben éltünk. És volt még egy pont, amire emlékszem, ami egyébként így jobban tolt ebbe az irányba, amikor a nagymamám meghalt 2011-ben, akkor ahhoz, hogy azt én fel tudjam dolgozni, ahhoz elkezdtem játékokat készíteni. Abból lett a Hello Indigo név, hogy én akkor ilyen szoft játékokat csináltam. És volt ebben volt egy ilyen nagy áttét, hogy mondjuk ő tőle megmaradt ilyen textilekből, és készítettem játékokat így először csak így magunknak, vagy hát magamnak, meg a húgomnak. Aztán ez így elindult, és akkor abból például egy csomót készítettem, amit egy évig szerintem így meg is lehetett venni. És akkor elfogyott minden, rájöttem, hogy maga a varrás az nekem így nem azt adja hosszú távon, amit szeretnék. Viszont azokat a figurákat is mindig lerajzoltam, és írtam nekik történetet. Tehát, hogy ott még nem tudtam, hogy ez így egy irány lesz, de már ott is ezt csináltam. Tehát így visszanézve mindig ezt csináltam. Tehát így azért nem tudom mondani, hogy lett. Én most sem tekintem magam írónak, meg hát nem tudom, ez mondjuk egy nehéz dolog, hogy mikor tekinti magát bárminek. Tehát, hogy mikor tekinti magát az ember írónak vagy illusztrátornak. Ezt nem tudom. Azt tudom, hogy nagyon sokáig tudtam azt, hogy ez még nem az a színvonal, amit bárkinek megmutatnék. Tehát most, hogyha visszaszámolok, több mint 5 évig csak magamnak készítettem ezeket a dolgokat. És akkor már egyre több információt el lehetett érni interneten, angolul, úgyhogy én azokat is néztem, rengeteg ilyen tanfolyamot végigcsináltam. Azt éreztem, hogy a rajzolásban nagyon kell fejlődnöm, mert még nagyon nem az, amit én vissza akarok látni, és most meg kell, hogy mondjam, hogy még most sem az, amit én látni akarok. Tehát, hogy még most is egy csomó kétség van bennem, meg amikor elkészül valami, akkor nagyon érdekes, hogy egy-két napig tetszik, és utána már nem feltétlenül, mert már lehet, hogy már másod csinálnám. Most már szívesen visszaolvasod, visszanézed, vagy még mindig elégetnéd, mint a gyerekkori naplókat? Nem, már semmiképpen nem égetném el. És alapvetően most már nincs ez az érzés bennem, de most, hogy jöttetek elő, kerestem egy csomó régi dolgot. Hát azokon ugye látom, hogy mondjuk ötletnek jó volt, de hogy még teljesen más színvonalú volt. Mert hogy tényleg csak a gyakorlás az, ami szerintem megteszi a hatását. Tehát, hogy eleget kell hozzá rajzolni, eleget kell hozzá írni, eleget kell itthonra csinálni kis lapozós könyvecskét, hogy az milyen,
és abból tanul igazából az ember. Tehát, hogy az elméletben nem működik ez sem, mint a legtöbb dolog. Mennyire segíti az ember fejlődését mondjuk a kiadói munka? Tehát az, hogy szerkesztő nyúl hozzá a szövegethez, hogy tördelők foglalkoznak vele. Tehát van egy mind a szövegre, mind a grafikára egy könyvkiadós szemléletű rengeteget. Rálátás. Ez nagyon érdekes dolog, hogy amíg magamnak csináltam itthon, és erről nem tudott senki, csak a családom, és most is köszönöm nekik, hogy ezt kibírták, én folyamatosan kérdezgettem a gyerekeimet, a férjemet, hogy ez, de ez szerinted milyen? Mert hogy hiányzott a külső szem. És nem mertem volna elküldeni őket senki hiteles külső, és hát nem is is, én senkit nem ismertem ebben a szakmában, tényleg. Egyáltalán nem volt olyan ember, akihez fordulhatnék, és akkor tudnám, hogy ő szakmailag azt mondja, hogy igen, ez ilyen, vagy olyan, vagy ezzel javíts, vagy azon. A férjemnek egyébként nagyon-nagyon jó szeme van a szöveghez is, és a rajzokhoz is, és ő nem is kímélt. És ez nekem nagyon-nagyon fájt, úristen, egyáltalán nem bírtam a kritikát. Nagyon sok idő kellett ahhoz, ebbe is tudatosnak kellett lenni, és meg kellett magamnak magyarázni, hogy de igen, figyelni kell arra, amit mondanak. De mindig megmagyaráztam, hogy de ez azért olyan, mert. De hogy ebbe ezt lehet, mert. Vitatkoztam vele mindig, és akkor volt egy pont, amikor rájöttem, hogy a kritikára arra nagyon is kell figyelni, és engedni kell az akaratomból, és ez akkor jött el, amikor a szkolárban már így onnan jöttek kritikák. Ott viszont soha nem fájt a kritika. Ott mindig azt éreztem, hogy úristen, de jó, hogy olyan emberek, akik értenek hozzá, azok adnak tanácsot, azok mond, és hogy attól mindig láttam, hogy tényleg mindig sokkal jobb lesz tőle az, ami előtte egy kicsit döcögött, vagy akár képben, akármiben. Úgyhogy abszolút támogatásnak éltem meg mindenben. És akkor utána én elmentem a MOMÉ-ra egy éves illusztrátor képzésre, mert ott is úgy éreztem, hogy kellene valamiféle szakmai rálátás, és mivel abban a szakmában sem ismertem senkit, ezért így visszaültem az iskolapadba tavaly előtt, ami egyébként azért nehéz volt lelkileg, hogy nagyon fiatalokkal voltam együtt, és ott éreztem igazán, hogy azért én már nem vagyok 20 éves. Ez miben jelentett? Hát abban, hogy ez egy nagyon, szerintem ez egy nagyon magányos, tehát ezt a szakmát, amit én csinálok, ezt lehet csinálni a négy fal között egyedül, és én nagyon élvezem, én nagyon szeretek egyedül lenni a saját gondolatvilágomban, és akkor ebből így ki kellett mozdulnom, és találkoznom kellett idegen emberekkel, fiatalokkal, és akkor ott egyszerűen csak szembesültem azzal, hogy én már nem vagyok ennyi idős, ahogy ők ott voltak. És ez így lelkileg egy kicsit nekem nehéz volt, hogy nem is akarhatok már 20 évesnek tűnni, hiszen nem vagyok annyi, de én is ugyanúgy tanulni akarok, vagy még lehet, hogy még jobban tanulni akarok, mint ők. Kicsit ez néha ilyen cikinek is éreztem, hogy én mindig így pörgök, és mindig mindent még határidő előtt megcsinálok, de én ezt olyan szenvedéllyel csinálom még most is, hogy nekem ez nem teher, tehát én ezt nem munkának tekintem, már nincs bennem az, hogy úristen, ma is dolgoznom kell, hanem én tényleg úgy kelek fel, hogy úristen, akkor menjetek már el, és akkor én csinálom. És az jutott eszembe, hogy így mondtad, hogy szeretsz otthon lenni, szeretsz egyedül lenni, és kizökkentett a komfortzónából az iskola, hogy pont említetted korábban meg, hogy idegenvezető is voltál. Hát az, nem hogy... voltam idegenvezető, csak tanultam annak is. Igen, én a gimnázium után még egy, nem is tudom, két évig azt hiszem dolgoztam, kipróbáltam magam képesítés nélküli tanítónak, visszamentem abba az iskolába, ahova én jártam, és akkor gondolkoztam, hogy egyáltalán mihez kezdjek, mert hogy egyik, de egy csomóan az osztályomból, a gimnáziumból végig tudták, hogy ők orvosnak mennek, ennek mennek, annak mennek, nekem meg egyáltalán nem volt semmiféle elképzelésem, és emlékszem, amikor negyedikben mondták, hogy akkor be kell adni a papírokat, akkor én így lapozgattam azt a tájékoztatót, és nem tudom, nem volt elképzelésem semmi, beírogattam valamiket, de
És mi lett később? Hova mentél? És aztán elkezdtem dolgozni, kipróbáltam ezeket a dolgokat. Egyébként az idegenvezetői képzés nagyon-nagyon jó volt, azt Győrben csináltam, és ott volt ugye művészet történeti része. Tehát ott egy csomó művészethez kapcsolódó dolgot tanultunk, az nagyon tetszett. Az idegenvezetés részét azt nem gyakoroltam soha. Tehát megcsináltam a vizsgát, de nem, azt nem gyakoroltam. És aztán már akkor dolgoztam, amikor így rájöttem arra, hogy muszáj valamiféle felsőoktatásba elmennem, mert hogy nem, én azt nem akarom, hogy csak így folydogáljon az életem, az legalább valamiféle előremutató dolog, és akkor jelentkeztem művelődés szervező szakra Győrbe, de azt is én munka mellett csináltam meg. Az viszont nem volt egy kihívás nekem, és akkor én már közben éreztem, hogy én ennél valami nagyobbat akarok csinálni, ami nehezebb. Valahogy mindig bennem volt ez, hogy bizonyítani akarok, nem tudom kinek, magamnak, vagy... És akkor én már közben kigondoltam, hogy akkor jelentkezek egy újabb iskolába, akkor költöztem fel Budapestre, és így. Említetted, hogy sokat olvasol. Voltak-e olyan művészeti produktumok, lehet ez akár irodalmi, képzőművészeti, vagy amit művészettörténetből tanultál, ami meghatározó számodra, akár íróként, akár illusztrátorként, vagy mondjuk úgy, hogy mesélőként? Hú, nagyon sok. Nagyon sok. Nekem most is a feltöltődést, meg az inspirációt a természeten kívül a színház adja, meg a kiállítások. Tehát én vagyok az az ember, aki háromszor-négyszer elmegy egy ilyen időszaki kiállításra, mert általában el kell vinnem a nagylányomat, mármint, hogy azt én szeretném, hogy ő lássa, el kell mennem a hugommal, vagy a férjemmel, és még általában elmegyek egyszer egyedül is. Ez így a standard, ha az időmbe belefér. Mindig van olyan művész, aki így nagyon inspirál. Én a diplomamunkámat a művészet, vagy művelődés szervező szakon is Van Goghból írtam. Van Gogh volt mondjuk, általában időszakok vannak, amikor így valaki érdekel. Hát most sok mindenkit tudnék igazából sorolni, aki így számított, vagy fontos volt nekem. Bocsánat, úgy sorolt, hogy azt is meséld el, hogy miért, vagy miért volt fontos, és hogy hova vezetett, hogyan hatott rád. Lett-e ebből valami későbbi alkotás, vagy visszatükröződik-e valamiben? Hát azt én meg tudom ítélni, hogy visszatükröződik-e? Hát, szerintem nem. Nem tudom. Vagy hát ami voltak elindított. Ilyen fontos, most, hogyha ilyen fontos személyeket kell, akkor könyvélmények voltak, amikre így most nagyon erősen vissza tudok gondolni. Hát az a tipikus Márquez 100 év magány volt, amivel 15 éves koromban találkoztam, azt a könyvet nagyon-nagyon sokszor elolvastam. Akkor utána jött, hát József Attila Radnóti, de Pilinszky volt az, aki gimnazista éveimben nagyon, nagyon beütött valamiért. Mindenféle album és verseskönyv és mindent megvettem belőle, vagy tőle. Aztán jött Vörös Sándor, aki hát most a családom szerint ciki, de én például zenét, hát Kalákát hallgatok, Sebőt hallgatok, verseket hallgatok általában megzenésítve, nem csak ezeket persze, de hogy ezeket nagyon-nagyon nagy örömmel hallgatom. És például Grillusnak a gyereklemezeit, amikor megismertem a gyerekeken keresztül, na az például biztos, hogy látszik, mert én akkor hát egy ilyen szerelmes rajongója voltam ennek az egésznek, és én örömmel beraktam, nem az a szülő voltam, aki jaj, megint berakjuk a Grilluszt, hanem szerintem én teljesen valahogy visszarepített a saját gyerekkoromba, és ez a mai napig van, csak mondjuk már a 16 éves gyerekem nem feltétlenül értékeli, amikor az autóba Grillusz vagy Kalálka megy. Mi volt a legutolsó kiállítás, amit láttál? A Cézanne volt, azt lehet, hogy négyszer is láttam. Az nagyon. De most például jövő hétvégén megyünk Ausztriába, Bécsbe a nagylányommal ketten, és akkor ott csak múzeumokba fogunk menni, mert vele nagyon jól lehet. Ő nem siet, tehát ő nem úgy megy be a múzeumba, hogy legyünk rajta túl. Sokan vannak így. Ő szeret elbóklászni velem. És akkor bele mindig nyaralások alatt is megyünk, tehát családilag is megyünk sokszor.
de mit még egyet akartam mondani, hogy nagyon sok olyan gyerekkönyv volt, amit viszont így tudok mondani inspirációnak. Az Annie M.G. Schmidt és Phoebe Westendorp páros, akik mindig együtt, vagy leggyakrabban együtt dolgoztak, az ő mesekönyvei voltak rám olyan hatással, hogy szerintem hatott rám, most ezt nem tudnám megmondani, hogy miben, de ott nagyon, nagyon, nekem nagyon egységben van a kép meg a rajz, akkor természetesen a Sven Nordqvist, aki ő is saját maga történeteit írja azokban, az ő munkája például, emlékszem, amikor elhatároztam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, azzal rengeteg időt töltöttem, hogy próbáltam utána járni, hogy ő hogyan dolgozik, hogy csinálja meg a rajzokat a képekhez, neki nagyon aprólékos rajzai vannak, magát a technikát próbáltam kutatni, hogy ő hogyan csinálja, és akkor próbáltam én is egy olyan, nem is stílusban, hanem technikában őt. Mert voltak ilyen próbálkozásaim. És akkor még a másik, amit nem akarok elfelejteni, az a Bábszínház, ami nekem nagyon sokat ad a mai napig, sőt egyre inkább úgy érzem, mivel itt a Budapest Bábszínházban fantasztikus felnőtt előadások vannak. Most egy nagyon friss élményem, ami még most is a libabőrös tudok lenni tőle. A Frankensteint csinálták most meg. A férjemmel mentem erre, első sor mindig, csak is. Nem a nagy térben van, hanem a kis teremben. És ez a kreatúra, ami a Frankensteinben van, ez olyan fantasztikus volt, az egész tér, amit létrehoztak, azt hiszem Keresztes Tamás csinálta a darabot is, meg a teret is ő találta ki, és jött ez a nagy kreatúra, és szerintem biztos, hogy a színészek is látják, hogy ki az, aki nagyon megy velük, de hogy oda jött hozzám a kreatúra, és így megfogdostuk egymás kezét, ez egy hatalmas nagy báb, hárman mozgatják, hát pontosan úgy éreztem, mintha egy álmomba belekerültem volna, mert én nagyon élénken álmodom, és ezért is ezek a lassú délelőttök arra is jók egyébként, amiről beszéltünk még itt a forgatás előtt, hogy a délelőtt ez nekem mindig ilyen kis úszogatós, olvasgatós, hogy akkor az álmokat kicsit feldolgozom, és akkor a Bábszínházban ez az előadás, ez, hát én egy percre nem zökkentem, tehát meg se fordult a fejembe, hogy egy előadáson ülök, annyira benne voltam, hogy nem, arra például egyetlen nem is emlékszem, hogy hogy értünk utána haza, vagy tehát ott nagyon megvalósul egy ilyen mesevilág. Próbáltál esetleg dramatizálni, vagy előadást írni, forgatókönyvet írni? Nem. Viszont az érdekes, hogy kérdezed, mert amikor a Busó mesével meghívtak Pécsre, vagy hát Mohácsra, akkor ott azok az óvónénik, akik használták már akkor évek óta ezt a mesét, ők mondták, hogy és ebből kell majd csinálni egy kis darabot, mert hogy a mohácsi gyerekek nem tudnak mit eljátszani, tehát hogy nekik nincs olyan, ami itt van a busójárás, és amikor feldolgozzák, akkor szeretnének az oviban is, meg az iskolában is valamit eljátszani, de nincs ilyen, és hogy ezt majd csináljuk meg. Úgyhogy ez már akkor felröppent, nem foglalkoztam még így komolyabban ezzel a gondolattal, mert majd mindig van valami fontosabb, de hogy volt már erről szó. De azt például nem tudom, hogy kell. Szóval az még előttem áll. De gyerekekkel sokat foglalkozol, tehát kézműves foglalkozásokat. Igen. Mesélted, hogy tábort is tartottál. Igen, volt néhány év, amikor ebben a nagy tanulási időszakban voltam. A kicsi lányom egy olyan bölcsödébe járt, ahol egy nagyon, nagyon kedves bölcsis nénit ismertem meg, hát egy korombeli hölgyet, és sokat beszélgettünk vele arról, hogy én mivel foglalkozom, és akkor mondta, hogy csináljunk ilyen tábort, és akkor volt jó néhány tábor, amiben rajzoltunk a gyerekekkel, kreatív tábor volt, több korosztály, 12 évesig volt, ahol nagyobb gyerekek voltak, és akkor volt például egy olyan is, amit a legutóbbi, amit egy mese köré fűztünk fel, ott például kifejezetten arra a táborra írtam egy mesét, csináltam egy ilyen kis házi könyvet, és akkor azt dolgoztuk föl a gyerekekkel, tehát ott ezeken a helyeken mindig volt visszajelzés a szövegekkel, meg a történetekkel kapcsolatban. Nagyon más egy kiadónak, vagy egy szakmabelinek a visszajelzése, mint egy gyerekolvasói? Mindig tesztelem előtte a szövegeket gyereken,
Tehát az, hogyha azt nem tudom megmondani, hogyha rögtön egy szöveggel a kiadóhoz mennék, akkor milyen lenne. Ők már mindig egy olyan szöveget kapnak, amit én már teszteltem leginkább a saját kisebbik gyerekemen. És ettől egy kicsit egyébként tartok is, hogy majd amikor ő felnő, akkor kell valami gyerekutánpótlást szereznem, hogy legyen egy olyan bizalmas viszony, mert hogy most egy teljesen idegen gyerekkel nem biztos, hogy tudnám ezt érzékelni, az ő reakcióit egy szövegre. Az unoka öcsémnek vannak kisebb gyerekei, mondjuk ők nem is ezen a nyelvterületen élnek, szóval ott is van egy ilyen nehezítés is. De fontos, igen, hogy jeleznek vissza. A kiadó, hát máshogy persze, nyilván a kiadó szakmai szemmel nézi. Én a gyerekekkel azt tudom csak leszűrni, hogy ez a szöveg működik, vagy nem, érthető számukra, vagy nem. Ebben segít a kiadó, meg más szempontok szerint segít. Lehet, hogy a kiadónak be kell szerezni majd ilyen tesztgyerekek. Lehet, de szerintem van. van ott is tesztgyerek. Mondtad, hogy volt egy olyan pont, amikor ráébredtél, hogy ezt szeretnéd csinálni, és ez egy szakma, ez létezik, ebből lehet élni. Hogyan változott akkor az életed? Lett benne egy nagyon nagy tudatosság és rendszeresség, ami előtte teljesen hiányzott, mivel nem volt célom. Tehát lett egy olyan célom, amit én minden nap a szemem előtt tartottam, és vannak azért emlékeim, amikor így barátnőimmel beszélgetek, és akkor eljött például az a pillanat, amikor mondtam egy barátnőmnek, hogy engem már nem érdekel, hogy hol és hogyan és milyen színvonalon tudok rajzolni, de rajzolni akarok. Szóval voltak ilyen stációi, hogy az ember a képességeit mindig megkérdőjelezi, nem látja elég jónak, meddig rejtegessem ezt az egészet. És volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy jó, én ezt tudom nyújtani, én most már ezzel akarok foglalkozni. Minden mást időrablásnak, vagy elfecsérelt időnek éreztem. Közben 40 éves lettem. És az is szerintem nagyon sokat változtatott azon, hogy most már nem akarom ezt rejtegetni, ezt akarom csinálni. Ez van, elfogadom, hogy most ilyen szinten tudom, biztos majd ez változni fog, és akkor küldtem el két kiadónak a Busó mesét. Igen. Nehéz egy polgári foglalkozást egyszer csak ott hagyni, és azt mondani, hogy belevágsz valami teljesen újba. Hát nem volt polgári foglalkozásom, mert én 2006-tól, mikor megszületett a nagyobbik lányom, onnantól kezdve mi a férjemmel együtt dolgoztunk, tehát hogy nem, nekem nem volt bejárós munkahelyem. Úgyhogy ilyen szempontból nem volt nagy a váltás. A fókuszváltás volt a nagy. Nehéz volt elengedni, mondjuk csomó kiadványszerkesztési feladatot csináltam, vagy munkát csináltam. Nagyon nehéz volt azokra a munkákra azt mondani, hogy most már nem csinálom, mert hogy elveszi az időmet. És hát ebben is csak a férjemnek tudom megköszönni, hogy olyan szinten támogatott, hogy én mondtam, hogy de bele fog férni az időmbe, bele fog, nem, engedd el, ezt tedd le, mondj nemet, és csináld azt, amit szeretnél. És hát ha ő nincs, akkor valószínűleg az embernek ez a ragaszkodása egy biztos bevételhez, vagy munkához, vagy bármihez, az még sokkal tovább elhúzódott volna ez a része. De ott volt egy ilyen támogatás, hogy azt mondta, hogy mondjak nemet, és megfogadtam, én is éreztem, hogy ha nem teszek bele még több energiát, akkor nem fog változni az egész. És volt bennem egy ilyen gondolat, hogy valószínűleg el fog indulni valamilyen irányba majd ez a dolog, csak hogy milyen irányba, milyen színvonal irányába fog elindulni. Ez volt inkább a félelmem, mert abban már biztos voltam, hogy rajzolni akarok, mert az nekem egy kikapcsolódás volt mindig. És érdekes módon az a félelem sem volt bennem, hogy ha ez átvált munkába, akkor nem fogom-e munkaként tekinteni. Valahogy ebben is biztos voltam, hogy nem, hogy meg fog maradni az öröme. És például volt egy olyan munkám,
egy fél évet dolgoztam egy filmben grafikusként, ahol ilyen háttér dolgokat kellett megcsinálni egy 40-es években játszódó filmhez. És 12 órát kellett dolgoznom, ott eljártam, hát ez egy projekt volt, és ott is azokat a munkákat élveztem csak és kizárólag, amikor mondjuk a könyveket kellett megcsinálni, amiket ott a szereplők használtak, ugye minden ilyen dolgot meg kellett szerkesztenünk, és emlékszem, hogy délután kezdtem el csinálni ezeket a gyerekkönyveket, a jelenetbe német gyerekkönyveket kellett, és a saját régebbi rajzaimat felhasználva csinálgattam meg ezeket a könyveket, és hát elfelejtettem hazajönni. És akkor az is egy olyan pillanat volt, amikor így elgondolkoztam, hogy most mi változott. Maga az idő, mint olyan, az így eltűnt hirtelen abba, hogy ezt csináltam. Úgyhogy voltak azért erre utaló jelek, hogy ezt kell választani. De mondom, polgári foglalkozás csak ilyen szempontból kellett letennem. Van egy állandó kérdéskör, főleg az illusztrációk kapcsán. Ez a kézi vagy gépi? Uh-huh. Mi a különbség? A kézi rajz, gépi rajz? Érdekel az elkészülés folyamata is, és a végeredmény is. Uh-huh. Hát az például nagyon sokat dobott szerintem a tanulási folyamatomban, amikor a digitális rajzolás bejött. Mert manuálisan sokkal időigényesebb minden, sokkal nehezebb a technikákat begyakorolni és tapasztalatot szerezni bennük, mint a digitálisban. A digitális az egy sokkal könnyebb játszótér bizonyos szempontból. Én régen pasztelképeket csináltam egyébként, akkor még nem gyerek témákban, ez csak így a saját szórakozásomra. Tehát a pasztelt azt elég jól ismertem, és emlékszem, hogy a Wittmann Ildikóék mondták is, hogy azért az úgy jó lenne, hogyha pasztellel próbálkoznék, mert abból viszonylag kevés olyan illusztrátor van. De én ki akartam próbálni egy csomó minden mást, mindenféle technikákat. A digitális illusztráció az viszont olyan szinten volt áttörés, hogy ott sokkal rövidebb idő alatt tudtam kipróbálni látványokat, hogy mi az, amit én látni akarok, mi az, amit elég jónak találok, és a busómese is például először egy vízfesték rajzos verzió létezett belőle, és akkor utána digitálisan több verzió, mert hát abban is kell fejlődni, meg abban is kell gyakorolni nagyon-nagyon sokat. De a gyorsasága, amit elsősorban ki tudok emelni, főleg, hogyha az ember mondjuk kiadóknak dolgozik, határidőre dolgozik, akkor én nagyon-nagyon felnézek azokra, akik manuálisan dolgoznak. Viszont azt is tudom, hogy nem is a türelmetlenség, hanem az, hogy tényleg ezt egy megélhetési forrásnak tekintse az ember, ahhoz igenis számít az, hogy milyen gyorsan dolgozik. Számít az, hogy mennyi könyvet tud egy évben elkészíteni, hogy fél évig dolgozok egy könyvön, vagy egy hónapig dolgozok egy könyvön. Az, hogyha én mondjuk manuálisan csinálnám, akkor az szinte lehetetlen lenne, hogy annyi könyvet készítsek, hogy abból mondjuk pénzt is tudjak keresni. Ami egyébként meg szempont, mert tudom, hogy nagyon sokan úgy csinálják ezt, hogy másodszorban vagy sokat sorban készítenek könyvet is, de én ezzel akarok túlnyomó részt foglalkozni. Vázlatolsz kézzel? Vázlatolok kézzel, persze vázlatolok kézzel, és nagyon sokszor van az, hogy mondjuk egy-egy rajznak, amit egyébként digitálisan lehet, hogy már megcsináltam, akkor azt megcsinálom saját örömömre valamilyen technikával. Tehát ez folyamatosan van, és az, hogy együtt tudjak rajzolni mondjuk a gyerekekkel, ahhoz is, tehát digitálisan nem tudok velük együtt rajzolni. Úgyhogy ezek megmaradtak, ezek az anyagok maguk, de az, hogy abból egy olyan színvonalon tudjak dolgozni, meg olyan könyvet tudjak csinálni, amit hát jó lenne, hogyha lenne majd egyszer ilyen, egyáltalán nem tartom kizártnak. A Momén például nagyon próbáltak minket abba az irányba vinni, meg van is egy ilyen trend az illusztrációban, hogy a manuális, meg a többféle technika keverése, vegyítése,
Hát annyira sok idő kéne. Tehát, hogy még egyszer ennyi idő lenne, akkor biztos, hogy ezekkel a kísérletezésekkel foglalkoznék. Mennyire követed a pályatársakat? Hát nagyon. Nagyon-nagyon követem. Nagyon nagy könyvvásárló vagyok, és tehát nem csak digitálisan követem őket a social platformokon, hanem vannak rajongásaim is mindig a hazai és a külföldi illusztrátorok között is. Hát elképesztő, hogy mennyire sok illusztrátor van. Ez például az egyik olyan folyamatos kétség vagy kérdés bennem, hogy hát ez az önmagam másokhoz mérése, viszonyítása, ezt nagyon nehéz félretenni. Szerintem minden alkotó embernek vannak kétségei önmagával kapcsolatban, és valószínűleg ez így is van jól, mert hogyha azt gondolnám, hogy én mennyire ügyes vagyok, az valószínűleg baj lenne. De néha nagyon nehéz, amikor nagyon belemerülök valaki nagyon tehetségesnek a munkájába, és érzem azt, hogy hát igen, azért neki valószínűleg sokkal természetesebben jön az, amit csinál, és hát igen, van a nagyon nagy tehetség, amit így rögtön felismer az ember. De megszoktam magam azzal nyugtatni, hogy ez mindegy, ezt én úgy sem tudom felmérni, én lelkes vagyok nagyon, és imádom ezt csinálni. Onnantól kezdve kérdés, vagy érdekes az, hogy most akkor nekem mekkora a tehetségem, vagy hogy feladatom nekem ezt megítélni. Nem. Inspirál a nem. Kortársakkal való van, amikor közös teljesen, feladat? Van, amikor a közös feladat? Hát ha van valami olyan projekt, vagy ja, olyan persze. munka, ami közös, és akkor mondjuk hát több... én a mai napig nem hiszem el, hogy mondjuk elmehetek egy nemzetközi könyvfesztiválra alanyi jogon, mint Takács Viktória. Nekem ezek a mai napig... Nekem van olyan nap, hogy fölébredek, és ránézek a polcomra, ahol gyűlnek a kis könyveim, és nem hiszem el, hogy ez most ez tényleg megtörtént, vagy történik velem. És sok ilyen pillanat van, tehát én nagyon értékelem azt, ami történik velem. Nagyon időt is adok mindig annak, hogy örüljek neki, meg hálát akárkinek, de inspirálnak a pályatársak nagyon, és nagyon büszke vagyok rá, hogy van közöttük jó pár olyan most már, akivel nem azt mondom, hogy barátságban vagyok, de hogy kapcsolatban vagyok, hogy elkezdtem beletartozni ebbe a közegbe. Gondolom, hogy ezer terv meg ötlet kavarog a fejedben. Van olyan, amit elárulhatsz? Nagyon sok, nagyon-nagyon sok tervem van. Nagyon hosszú a listám. És most, hogy pont a kiadó, az Illés Andrával beszélgettünk róla, hogy mivel kellene folytatni, mert hogy most már 10 kötet jelenik meg idén a Hagyományaink sorozatból. Hát rögtön annyi ötlet fölmerült, hogy ez egy pár évre szerintem megint feladatot ad nekem. Folytatjuk még a Hagyományaink sorozatot valószínűleg néhány kötettel, mert van rá igény, úgy tűnik. Illetve egy utazós sorozatot szeretnék csinálni. Van egy könyv, ami már nagyon régóta a fiókomban hever, most már legalább 5 éve. Ezt még nem vetettem el, hogy megcsináljuk, most valószínű, hogy ezzel fogunk foglalkozni, vagy fogok foglalkozni. Illetve van egy 3/4-ben kész könyvem, ami egy városi létnek a városi létnek a kérdéseit taglalja a gyerekeknek. Ez egészen konkrétan átlátok a szembe levő házban, és akkor gondolok valamit, hogy ott, aki lakik, ő mi lehet, mit csinálhat. Valószínűleg ő is gondol rólam valamit, és hogy ezek a feltételezések, vagy elképzelések, ezek mennyire felelnek meg a valóságnak, ezzel fog játszani ez a könyv. Ennek a szövegével már nagy részt meg vagyok, a rajzok azok körvonalazódnak. Nagyon nehéz felállítani a prioritási listámat, hogy mikor, mivel foglalkozzak, de muszáj. Pedig jó lenne egyébként, hogyha így jön egy ilyen ötlet hullám, akkor abba beleveti magát, vagy belevethetném magam, és kidolgozhatnám. De ez, hát végül is azért nem kerül rá sor, mert vannak megbízások, úgyhogy ezt akár jónak is lehet. Könnyen váltogatsz a témák között? Nem.
Mikor, hogy? Van valami trükköd, hogy hogyan tudj Hát beleheleszkedni? ez is érdekes, hogy magának az alkotásnak van egy olyan folyamata, amire nekem így rá kellett jönnöm, hogy ez normális, és mással is így van. Van néhány podcast, amit hallgatok most, amiket így megismertem, és ott művészek beszélnek arról, hogy hogy zajlik náluk az alkotási folyamat, és ez most például abszolút megnyugtatott, hogy ez normális, ami velem történik, hogyha megcsinálok egy munkát, akkor utána mérhetetlenül bénának, tehetségtelennek érzem magam, és arra gondolok, hogy biztos, hogy soha többé nem fogok tudni ilyet csinálni, és egyáltalán nem is tudok se rajzolni, se semmit nem tudok. Egy ilyen, nem azt mondom, hogy mély depresszió, de hogy egy ilyen rossz állapotba kerülök. És akkor utána, amikor kezdődik az új feladat, akkor jön ez a, hát én csak a vajúdásnak hívom, ez is már itthon ismeretes, hogy anya most ebben az állapotban van, hogy idegbeteg, mert hogy nem tudok még neki állni. Van valamiféle lelki áttételezés, aminek meg kell történni bennem, hogy akkor el tudja kezdeni dolgozni. És akkor ez általában egy hét vagy néhány nap, amikor ilyen nagyon rossz paszba vagyok, hogy nem tudom, hogy álljak neki. Nem születik még meg a fejemben az, hogy kell kinéznie, vagy hova kell kifutnia. Fú, ezek nem jó, ezeket a napokat nem szeretem. De szerencsére ebből azért nincsen olyan nagyon-nagyon sok. Sokat kérdezgettem most már írásról, rajzolásról. Arra lennék még kíváncsi, hogy milyen más dolgokat csinálsz, amivel ki tudsz kapcsolódni. Kikapcsolódni. Hát én rengeteget dolgozom most. Most ezen gondolkozom, hogy mikor volt olyan rendes kikapcsolódásom. Idén például úgy mentünk el nyárra, egy hónapra a Balatonra, hogy kikapcsolódni fogok, de ez nem jött össze. És ez egy folyamatos lelkiismeret furdalásos állapotot okozott, mert dolgoznom is kellett, és nyaralnom is egyszerre, ami nagyon-nagyon nehéz. Kirándulással tudok kikapcsolódni, nagyon kevés időm van most rá. Amit mondtam, színházzal, kiállítással, ezekkel tudok kikapcsolódni, és sajnos ez a nagy futás folyamat, maga a futás, az akkor, amikor tényleg elkezdtem dolgozni, ez akkor abba maradt, egészségügyi problémák miatt egyébként, de most már bőven illene visszatérnem a sportoláshoz, mert ez viszont hiányzik nekem mentálisan. A futásban is az volt a legjobb, hogy egyedül tudtam lenni, a saját fejemben tudtam lenni csak a gondolataimmal, és valahogy egy ilyen abszolút koncentrált állapot volt. Meg jó érzés is volt az, hogy megtettem akkor így az egészségemért aznapra, és lehet dolgozni. Viszont mivel én tényleg ilyen nagyon belefeledkezősen dolgozom, nagyon nehéz megosztani a figyelmemet, tehát hogy kellene rá koncentrálnom, hogy azzal is foglalkozom. Ez most még így egy feladat, mert azért fontos az, hogy mást is csináljak. De én tényleg az a szerző, vagy nem tudom micsoda vagyok, aki 0-24-be tudja csinálni. És nem fáradok el benne, fizikailag elfáradok benne sokszor, de hogy mentálisan nem. Sőt, egyre inkább belepörgök, amikor itt csinálok valamit. Úgyhogy ilyen kirándulásokkal tudok kikapcsolni leginkább. Zenét hallgatsz? Nagyon kevés zenét hallgatok. Általában munka közben hát vagy podcastet hallgatok, vagy pedig jól ismert filmeket és filmsorozatokat ismétlek a háttérben. Columbo-t, Poirot-t, ilyeneket, amikre nem kell feltétlenül szemmel figyelnem, csak tudom, hogy tehát benne vagyok. Egy ilyen biztonságos hátteret nyújt. Zenét is szoktam, hát hogyha munkához hallgatok zenét, akkor klasszikust szoktam hallgatni, mert az adja még ezt az érzést. Nem tudok sajnos hangos könyvet hallgatni, pedig annyira szeretnék, és egy csomót meg is vettem, de nem figyelek rá, túlságosan figyelek rá, szóval így az követel egy ilyen jelenlétet, és amellett nem tudok akkor dolgozni. Hétköznap szeretek kirándulni, mert akkor biztos, hogy nem futunk bele embertömegekbe. Sajnos ez az embertömeg, ezt valahogy el kell engednem, hogy ne zavarjanak az embertömegek. Nekem rontja az élményt, amikor nagyon sokan vannak valahol. Én nem úgy kirándulok, hogy teljesítménykényszeresen, hanem hát nagyon sokszor a szép részeken így egyik helyről ülünk át a másikra a gommal, és akkor
nekem azt így be kell szívni a látványt, meg kell hozzá a csend, úgyhogy meg kell hozzá, hogy vagy ősz legyen, vagy tavasz, télen is szeretek, de az kevésbé nyújtja ezt, úgyhogy nyáron mondjuk nem szeretek kirándulni, mert az nekem nagyon meleg, tehát hogy azért az így időbe behatárolt, hogy mikor kirándulhatok. Hamarosan megjelenik a Hagyományaink sorozat következő két része. Kérlek, erről mesélj egy kicsit. Igen, idén még kettő kötet, a Regölős mese és a Karácsonyi mese, ami megjelenik. Ezeket írtam nyáron, úgyhogy nekem ez az év elég hosszasan a karácsonyról szól. És a Regölős mese azért volt különösen kedves nekem, mert a kislányommal beszélgettünk arról, hogy akkor miről szól ez a hagyomány, hogy csinálják, és ő azonnal mondott egy sztori ötletet, csak így a magját, hogy minek kéne lenni a központi cselekménynek. És olyan jó ötletet adott, hogy azonnal, hogy könnyedén fel tudtam utána építeni magát a történetet, és képileg is nagyon jól esett megjeleníteni, mert hogy olyan képeket láttam magam előtt, amiket jól meg lehetett jeleníteni vizuálisan. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon szerettem csinálni. A karácsonyi mesétől féltem egy kicsit, már csak azért is, mert a karácsonyban tényleg mindenki érintett. Mindenkinek van róla valamiféle elképzelése, valamiféle saját privát szokása, ami a hagyományhoz kapcsolódik, illetve nagyon sok mese is megjelenik róla. Neked is ott van a betlehemi meséd. Igen, de a karácsonyi mese a Betlehemet ilyen szervesen nem fogja, tehát azért a Betlehemit, a Betlehem az ér annyit, hogy külön kidolgozzuk, azért is született meg. A karácsonyi mesében érintőlegesen fog megjelenni, viszont ez remek alkalmat adott arra, hogy megjelentessek benne előző kötetek szereplőit, és akkor ha már így elkezdtem, hogy ugye a Betlehemit automatikusan át kell emelni, ha már a Betlehemről szó van benne, akkor nyilván azt az előző történetet húztam be a karácsonyi mesébe, és ez aztán adta magát, hogy akkor a többi kötet szereplői is valahogy jelenjenek meg, és ugye a karácsonynak eleve ez egy fontos küldetése, hogy legyünk együtt, akik szeretjük egymást, és valahogy jó érzés volt, hogy akkor az előző könyvek szereplői is megjelentek ebben a mesében, tehát ők is együtt lettek, valahogy kerek lett ez az egész történet. Szemfülesek keresgethetik majd a könyvben, hogy ki melyik előző történetből van, ami teljesen egyértelmű, persze, mint a Betlehemi vagy a Luca mese is megjelenik benne, meg a Luca mese szereplői, de szinte az összes szereplő, főszereplő egyébként megjelenik a karácsonyi mesében. Úgyhogy az meg azért volt így kihívás, meg jó megalkotni. Hát én előre látom magam, ahogy így lapozgatom a könyveket, és keresgélem a szereplőket, és nagyon várom már ezt a két kötetet is, meg az ünnepet is, ami még előttünk áll, igen. És azt az ünnepet is, hogy megjelenjen ez a két könyv. Köszönjük szépen, hogy ennyi érdekes dolgot elmondtál nekünk, és ennyi... Én is nagyon szépen köszönöm. Olyat, amire nem is gondoltunk. Köszönöm szépen én is, köszönjük Tóri. Szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen a nézőknek a figyelmet. A Scholar kiadónál egy egész interjú sorozat készül szerzőinkkel. Ezt a YouTube csatornánkon lehet megnézni, illetve a Facebook oldalunkon folyamatosan hírt adunk a készülő tartalmakról.